Kedves nézőink, mi szeretettel várjuk nézőinket a 25 éves kolozsvári magyar adás jubileumi ünnepségére a 6. kolozsvári magyar napokon. A részletekről hamarosan Páka Jenikő főszerkesztővel beszélgetek. Jó napot kívánok kedves nézőinknek innen a kolozsvári stúdióból. Emlékeznek, hogy volt egyszer egy magyar adás a tévében, ám a zsarnok keze letörölt bennünket a képernyőről. De most újra van, és ezután lesz. A tévé az számomra Csép Sándor. Olyan értékeket próbáltunk felmutatni, amit azelőtt nem lehetett. Hát bohémebb volt, mint most, az biztos. Lelkesebb volt, mint most, de szerintem elsősorban azért, mert mi akkor még fiatalabbak voltunk. Az első pillanattól elvarázsolt ez a munka. Őszintének kell lenni. A kamera mindkét oldalán. Hiszem azt, hogy a közszolgálati televízióban dolgozva is lépést kell tartani a korral. Nekünk itt küldetésünk van. Küldetést kell teljesítenünk. És aki nem ezzel a tudattal végzi itt a munkáját, az mondom eltéve. Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él. Köszönjük szépen a szép versikéket, és elbúcsúzunk. Találkozunk jövő szerdán. Szabó P. István, az RMDS elnöke Szíken. Sós P. István. No. Sós P. István, az RMDS elnöke Széken. Kedves nézőink, az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban, években általában nagyon gyakran hallhattunk véleményeket, vitákat arról, hogy mi is a különbség a szabadidősport, a tömegsport és a versenysport, más néven a minőségi sport között. Azt kérdezem először is Csávosi Györgytől, ihlet adó-e a forradalom? Nagyon. Nagyon. Annyi verset nem írtam, hogy olyan időegységben, mint a forradalom alatt és óta. Ha valaki megkérdezi, hogy mit csinálok, szívesen stúdióban ülök, műsorvezető vagyok-e, vagy terepre járok, és gumicsizmában készítem a műsorokat, akkor bizonyára, hogy ezt az utóbbit választom. Hogy mi a fontos? Minél egyszerűbben, minél tisztábban, és minél szebben megmutatni a dolgokat. Van egyfajta szigor, egyfajta rend ezekben az intézményekben. Az, hogy a közszolgálati médiába kerültem, és nem a kereskedelmibe, ezért rendkívül hálás vagyok a sorsnak. Milyen itt dolgozni? Hát felkapcsol a lámpa, ott ülsz a kamera előtt, esetleg elindul már a sugógép, és akkor meg kell szólalni. Kedves nézőink, a kolozsvári magyar adás főszerkesztője Páka Jenikő, a vendégem. Szervusz, Jenikő. Szervusz, Jutka, köszöntöm a nézőket. Hát nyilván az első kérdés az, hogy miért választotta a kolozsvári magyar napokat a kolozsvári magyar adás jubileumi ünnepsége időpontjául. Hát ugye mi ezt eldöntöttük már az év elején, hogy egész évben ünnepelni fogunk, és egész évben fogjuk hirdetni azt, hogy 25 éves a kolozsvári televízió, ezen belül a kolozsvári magyar adás. Hogy miért a magyar napok? Hát egyrészt úgy gondoljuk, hogy mi is része vagyunk a kolozsvári mindennapoknak, a kolozsvári közéletnek, kulturális életnek. És ugye a magyar napok idején akkora tömeg begyűl a városba, hogy ez egy kitűnő alkalom, hogy ilyenkor mi is egy kicsit fölhívjuk a figyelmet saját magunkra, a munkánkra. Úgyhogy ezt szeretnénk megtenni a jövő héten, kiállni minél nagyobb közönség elé, és megmutatni valamit abból, amit mi a 25 év alatt tettünk. Most mondjuk el, hogy mivel mutatkozunk be ezen a napon, és hát biztosan embert próbáló volt a válogatás, tehát nagyon sok mindenről le kellett mondani, hiszen nem kerülhet be minden. Hát te magad is tudod, hogy annyit egyeztettünk, ötleteltünk, nagyon sok minden előkerült az archívumunkból. Hadd mondjam el azt is, hogy a tavaly év végén elkezdtük végre archiválni a 90-es években készült műsorainkat, sikerült visszaszerezni belőle elég sok mindent, és azt most digitalizáljuk, úgyhogy
Most találkozhatunk mi is olyan műsorokkal és olyan filmekkel, különböző riportokkal, amelyekről már szinte megfeledkeztünk, hogy léteztek, de amelyek olyan jól felidézik a 90-es évek hangulatát. Olyan jó viszont látni kollégákat, akik abban az időszakban dolgoztak, emlékezni olyan munkatársakra, akik akkor még velünk voltak. Nos, és hát nagyon nagy... Tehát nagyon sok kincs előkerült így van, időközben. Így van, és nehéz volt a választás. De a döntés végül is arról szólt, hogy most nem azt tesszük, mint a korábbi években, hogy bemutatjuk egy-egy kollégának valamelyik filmjét vagy riportját, hanem azért, hogy valamelyest mindenki megmutatkozhasson, akkor tematizáltuk a filmeket. Ez azt jelenti, hogy kiválasztottunk egy témát vagy egy személyt, és akkor ahhoz kötődően a 25 év alatti felvételekből készítettünk egy összeállítást. Ami nem volt kis munka, ne kell, hogy mondjam. Na de itt már Tibi megelőzött az előbb, és elárult egy-két dolgot azokból a filmekből, amelyekkel a keddi napra készülünk. Hát elsőként lesz egy dokumentumfilm a magyar adásról, rólunk. Tehát a 25 év rövid története a nyilván. A 25 év rövid története 40 percben, mondjuk ezt így. Orbán Katalin hát munkája. Orbán Sebesi Katalin nagyon igen. Sokat tudna beszélni, és reméljük, hogy az elkövetkezőkben lesz is alkalma mesélni majd arról, hogy milyen élményt jelentett számára. Végignézni azt a több órás, több tíz órás anyagot, amiből válogatott végül, és hogy mekkora munkát jelentette számára. Én nagyon remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog ez a film. Mi nagy élvezettel nézzük a szerkesztőségben újra és újra. Hát ez az első film, ugye, amelyet 5 órától vetítünk, kedden délután a Tranzitházban. És utána a Kolozsvár főteréről szól, utána a főtérről a második dokumentumfilm. Igen, ugye azt mondtuk, hogy keressünk egy olyan szimbolikus helyet, egy teret, amely nagyon nagy jelentőséggel bír, nem csak a kolozsváriak számára, hanem azt mondhatjuk, hogy a teljes erdélyi magyar közösség számára. És a kolozsvári főtér egy olyan hely ebben. Többen egyetértettünk, és akkor megkezdődött a munka, Bardot Sándorra jutott az a feladat, hogy végignézze az összes olyan filmünket, amely akár valamilyen közéleti esemény, akár politikai esemény kapcsán, kulturális megmozdulások, tiltakozások, ünnepek kapcsán a főtérhez kapcsolódik, és tulajdonképpen végigvezeti az erdélyi magyar társadalom alakulását, fejlődését az elmúlt 25 évben. Szeretném azt is elmondani, hogy minden vetítés után következik egy beszélgetés. Tehát első filmünket, a dokumentumfilmet majd a szerkesztőség tagjai fogja kiegészíteni egy-egy gondolattal. Nos, a főtérhez kapcsolódó mondani valót pedig 4 meghívottunk, Horváth Annal polgármesterasszony, Gutmann Szabolcs műépítész, műemlékvédelmi szakember, Horváth István szociológus, a Kisebbségvédelmi Kutatóintézet igazgatója, és Máriusz Tábákó, a Transzilvánia Filharmónia igazgatója, korábbi munkatársunk, filmes szakember is van, ő maga is megjelenik majd a képsorokon. Tehát ők 4 fognak majd elbeszélgetni Bardot Sándorral, és feleleveníteni a legfontosabb momentumokat, amelyek minket, mindannyiunkat a főtérhez kötnek. És hát elkészült, most már elárulhatjuk, Vigemese portréfilmje is. Igen. Hát egy olyan prominens erdélyi személyiségről, aki 89 után az egész életét és tudását annak áldozta, arra szentelte, hogy az erdélyi magyarság erkölcsi és szellemi értékeit összefogja. Így van. Itt is hosszas volt a válogatás, el kell mondanunk, hogy az archívumunkban felgyűlt anyagokban nagyon... Tehát azt alapul véve sok mindenki szóba jöhetett volna, hogy még kiről készítsünk most egy különálló portrét, és végül Kötő József mellett döntöttünk. Azért is, amit itt elmondtál, hogy 89 utáni tevékenysége meggyőzött bennünket arról, hogy végig a közösségért élt és dolgozott. De mint a portréból kiderül majd, tulajdonképpen ő már fiatalkora óta, szinte gyerekkora óta erre az útra lépett. És valahogy úgy alakult a sorsa, hogy mindig megvilágosodott előtte, hogy neki ezt az utat kell követnie. Mert hát végül is 89 előtt is ezt tette, mint a színház igazgatója. Hát színháztörténészként, politikusként, kitűnő diplomata volt, ezt mondják a munkatársai. Az oktatásügyben nagyon sokat tett, ugye az ő nevéhez is kapcsolódik a tanügyi reform Romániában.
a magyar oktatási kérdésekben nagyon sok esetben ő talált megoldást. Az Erdély Magyar Közművelődési Intézményrendszer kiterjesztésében, kiépítésében nagy szerepet vállalt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokoldalú ember volt, nagyon lelkesen és hittel végezte a munkáját, és nagyon sokan egyetértettünk abban, hogy most akkor őt fogjuk kiemelten bemutatni a filmnapon. Egyébként elárulom még azt is, hogy az ősz folyamán kezdtünk egy újabb forgatásba Kötő Józseffel, viszont, és van egy nagyon hosszú, de befejezetlen interjúnk Kötő Józseffel, és akkor ezt is felhasználva építette ki, dolgozta ki filmjét Végemese. Tehát gyakorlatilag az utolsó interjú. Az utolsó interjú, ez így is van, van egy ilyen alcíme a filmjének, az utolsó interjú, ami tulajdonképpen nem is ért véget, de nagyon sokban segítette a most elkészült filmet. Hány órától lesz? Ezt mondjuk este 8 órakor kerül sorra. 18-án este 8 óra. Igen, augusztus 18-a, Tranzitház, este 8 óra. El kell mondanom, hogy a különböző tömbök között lesz egy-egy nagyon rövid szünet, mert egyébként kifutunk az időből, tehát 5 órakor, fél hétkor lesz a második film, este 8-kor a Kötő József portréfilm. Aztán az est végén, olyan fél 10 magasságában, Életformák a szabadságért. Ez a címe egy Barta Ernőről készült filmkollázsnak. Hogy miért éppen Barta Ernő? Hát most hát... ő van fókuszban. Igen, de már még ezelőtt megtörtént a döntés, és tulajdonképpen akkor azt szerettük volna, hogy ő maga is jelen legyen a rendezvényünkön. És bár akkor már tudta, hogy úton lesz, nem árulta el nekünk, csak mondta, hogy meglepetést tartogat a számunkra, de hogy minden jó lesz, meglátjuk. Nos, most tényleg nagyon aktuális az, hogy úton van Barta Ernő 100 napos gyalogtúrán Londonig. Viszont azért is gondoltunk rá, mert visszanézve az archívumban talált anyagokat, tehát a 25 év során végigkövettük a pályafutását, és nagyon sok olyan kezdeményezése volt, amellyel sikerült magára hívnia a figyelmet. A sajátos életstílusa, a sajátos művészi megnyilvánulása, a közösségépítés és közösségbefogadás, mert ugye egy olyan birodalmat teremtett magának Magyar Fenesen, ahová most a hasonlóan gondolkodókat odavárja, és nagyon sokféle rendezvény zajlik ott körülötte. Most meg ugye ez a teljesen egyedi kezdeményezése, hogy gyalogol, elgyalogol Londonig kiszabadítani a szobrait. Enikő, azt tudjuk, hogy kedden, amikor hát őt kapcsoljuk, hogyha minden igaz, és hogyha sikerül élőben, hol lesz Ernő? Németország területén. Németország területén? Még ellenőrizni fogjuk, hogy mennyire tartja a tervezett ütemet, a és igen, eljut-e oda. Úgyhogy ez nagy kérdőjel, hogy sikerül elérnünk. Még nem árulom el, hogy milyen megoldásokban gondolkodunk, mert ugye az A terv mellett kell legyen egy B terv is. De én remélem, hogy kellemes meglepetés lesz majd a közönségnek. És hát a teljesség igénye nélkül ünnepelünk, ezt már elmondtuk, mert egyetlen nap alatt, egyetlen napban nem lehet belezsúfolni 25 év történését, és éppen ezért lesz még egy ünnep. És köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert szeretném megemlíteni, hogy miért nincs például Csép Sándor azoknak a sorában, akikről most portréfilmet készítünk. Mert mondom ismét, hogy mi egész évben ünnepelünk az idén, és tulajdonképpen az év végére, ezt a nézőknek mondom, mert te tudod, tervezünk egy a mostaninál nagyobb méretű rendezvényt, és ekkor kiemelten foglalkozunk majd Csép Sándor személyiségével. Ugye Csép Sándor volt a mi első főszerkesztőnk, a szerkesztőség alapítója tulajdonképpen, a kolozsvári televízió egyik alapítója, és ebből az alkalomból szeretnénk majd terveink szerint egy Csép Sándor emlékdíjat is alapítani, és majd az év végén átnyújtani valakinek. És hát akkor még egyszer mondjuk el, hogy kedden várjuk kedves nézőinket. De így hát... van, kedden augusztus 18-án délután 5 órától a Tranzitházban. Lesznek kis szünetek is, aki teheti, maradjon minél több ideig velünk, de 5 órakor, fél hétkor, 8-kor és fél 10-kor vetítjük a filmjeinket, illetve utána remélhetőleg nagyon érdekes beszélgetésekbe kapcsolódhatnak majd be önök is. És hát ne csak a képernyő előtt, hanem élőben is találkozzunk. Köszönöm szépen, Enikő, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.